kivagyok, tényleg nagyon fáradt vagyok. Tiszteltem! Sziasztok mindenkit, szeretnék üdvözölni a videómba. A mai éjszakát itthon fogom eltölteni. Múltkor mentem az egyik barátommal, és megláttam egy benzinkutat, és az az ötlet jutott eszembe, már a benzinkutat megláttam, hogy ott ugye sok autó parkol, sokan nem zárják be az autójukat, ezért ma egy teljes éjszakát fogok elkölteni egy csomagtartóba. Előtt a videóhoz kezdenék, rendeltem előtte a Dark Webről egy csomagot, és meg szeretném mutatni, hogy a mai videómba, a csomagtartómba mik lesznek nekem segítségül, amit a Dark Webből rendeltem csomagot. Na itt van a csomag, amit rendeltem a Dark Webből, már kinyitottam, már nekem nincs olyan ilyen maszkom meg ilyes, és én már látom is, hogy itt ilyen milyen tárgyak vannak, tényleg nagyon veszélyesek ezek a dolgok, amik itt találhatók ebbe a csomagba, és remélem, hogy a mai éjszakát túl fogom élni, mert úgy érzem, hogy eléggé komoly feladatra vállalkoztam. Ahogy látom, valakinek itt van a kötelező gépjármű csekje, amit be kéne fizetni mielőbb, és ezt nem tudom, hogy miért küldték, meg hogy kinek jöhetett ez a csekk. Na mindegy, egy csekk. Igazából lehet, hogy nem kellett volna megfogjam, de csak nem lesz belőle baj. Egy cipő. Egy New Balance-os vadonat új cipő, ahogy érzem, már nem. David Beckham lábszaga van ebbe a cipőbe. Nem tudom, hogy ti érzitek-e, hogyha érzitek, akkor írjátok le kommentben, hogy milyen illatot éreztek ezen a cipőm, mert én David Beckham szakát érzem egyenesen. Basszus! Egy CR7-es alsógatyát is találtam itt. Ez Dark Webből rendelt CR7-es gatya. Igazából kicsit most félek, hogy ilyesmi. Lehet, hogy Cristiano Ronaldo lehetett rajta, vagy Justin Bieber-ön. Mindegy, ez a CR7-es, attól függetlenül, hogy használt alsógatya, én ma fölveszem, szerintem videóban biztos segítségű lesz. Egy Balatonszán VIP 1. Ez nem tudom, hogy kié lehet. Ez a VIP 1. Tényleg hihetetlen, hogy ilyeneket küldenek, VIP jegyeket, meg ilyesmi. Micsoda? Nem tudom. Elvileg cserés ízű. Írjátok meg kommentben, micsoda, én nem tudom, sose használtam ilyet, ezt is itt találtam a csomagban. Egy pisztoly. Ilyet küldenek. Hát ez hihetetlen. Lehet, hogy ezzel akár embert is jöhettek. Lehet, hogy az éjszaka folyamán ez a pisztoly is jól jöhet. Van a teljes csomag, kipakoltuk, és a cuccok is, amiket bemutattam. Ezek a cuccok biztos ott lesznek velem az éjszaka során. Még viszek magammal a kis fogkefét, egy kis retikült, és hozzá is állhatunk a feladathoz, és irány. A csomagtartó egy teljes éjszakára. Menjetek már arrébb, bassz meg! Azt a kurva! Bejutottam, itt vagyok a kocsiba, kicsit bajban érzem magam, de szerencsét, bassz meg. Ez nagyon hülyén vezet ez a csávó, de remélem, hogy nem lesz semmi baj. Hú, basszus, nagyon gyors, az a kurva eget. Azt, mi a fasz, bassz meg. Anyám, vannak itt ilyen cuccok, kinulók, ahogy észrevettem, van itt egy tradíció. Fél órája megyek a kocsival, vagy lehet, hogy akár több is. Ha kezd kibaszottul melegem lenni, nem tudom, hogy hol megy a csávó. Folyamat úton van, remélem nem valami vidéki helyre. Úgyhogy megálltunk, basz meg, megálltunk. Mi a faszom? Gyerekek, megálltunk, basz meg. Remélem nem nyitja ki a csomagtartót. Nem, csak megállt. Indulunk. Van itt egy fára jó kincse. Az meg mi a fasz csinál a csávó? Sírok. Van rajta 2000 forint nyeremény. Akkor ezt elteszem. Itt van egy másik fára jó. Hoppá, ezt én már alapból elteszem. Itt az a Fradi mez. Atyám, elárakom. Segítség. Basz meg, geci. 2 órája vagyunk úton. Úgyhogy nem. Basz meg, most már kezdek tényleg nagyon kirenni. Kezdenek fájni itt a dolgok. Ez nagyon kemény. Basz meg. Föl kéne valakit hívjak. Bárki bármit mond. Én ezért mindent megtettem. Szóval most már egy ideig itt vagyok. Na, gyerekek, nézzétek, hogy ki hív. Székely Richárd. Igen, itt Soma vagyok. Na, mi van? Nem? Képzel, tesó, csinálok egy olyan videót, hogy a csomagtartóba fogok aludni egy teljes éjszakát. Kell a tanács, hogy mit vigyek magammal. Hát, bazd meg, minek csinálsz ilyen videót? Hát tesó, hogy legyen nagy nézettségem, mint neked. Menj már faszom. Csináljál, figyelj, hát. Amúgy már tök mindegy, mert már itt vagyok a csomagtartón belül. Már ott vagy belül? Itt vagyok, tesó, már 2 órája. Hogyan éljem túl, azt mondjad? Nagyon sok kitartást kívánok, vigyél valami konzervet, hogy ne halljál éhen. Vigyél valamit mindig, szóval ne halljál reggelre. Találtam itt a kocsiba egy Sprite-ot. Az jó. Legalább jó meleg? Nagyon tesó, majdnem annyira, mint én. A lelki erő az nagyon sok. Izzadsz rendesen a kis hamukodról, folyik az izzadság? Ja, bazd meg. És szexi lehet. Nem is kell fizetkenjek. Jó van, köszi a tippeket, kösz, hogy hívtál. Nincs mit. Na szia, csacsa. Szok egyet reggelik. Reggel 6 óra van, bazd meg. Szerintem itt a csávó. Nagyon ki vagyok, tényleg nagyon fáradt vagyok. Tiszteltem. Tesó. Mit keresel itt? Aludtam, tesó. Akartam egy bezáró videót csinálni. Nézd, mit tudtál intézni? Reggeli esőt? Reggeli esőt. Nagyon bátás, köszön neked a balkarom. És amúgy hol vagyunk? Ózdon. És merre van Majka? A kocsmába. Keresi a Curtist. Tesó, jól vagy? Jól, tesó. Annyit mondok, hogy túléltem a bezárva videót. Sikerült beszélnem Székely Ricsivel. Jó tanácsokat adott. Megfogadtam, hogy verjem ki a csomagtartóba, majd nézd meg, tesó, hogy mit hagytam ott. Nagyon fáradt vagyok, nagyon rosszul aludtam. Frecska végre kapva? Így van. Annyit szeretnék elmondani, hogy ha tetszett a videó, iratkozzatok fel és nyomjatok rá egy lájkot, írjatok kommentet, hogy hol látogassak el legközelebb.